Sziasztok! Hát végre bekövetkezik a számomra nagyon várt pillanat, ugyanis ma a kanapém nyugalmából vehetem föl nektek a 10 könyv, amit olvastam sorozat új részét, úgyhogy ez fog most következni, vágjunk is bele. Elsőként is elolvastam Fehér Balázs Vakmajom című könyvét, ami egy nagyon érdekes történet, ugyanis arról szól, hogy egy párizsi hotelben két tudós bejelenti, hogy a következő napokban egy kísérletet fognak végrehajtani, de azt nem mondják el, hogy ki fog részt venni ebbe a kísérletben, mi a célja, miről szól, meg abszolút semmit. És nagyon érdekes megnézni, hogy milyen az emberi természet, ugyanis ennek hatására mindenki a leghétköznapi dologban is lát már valamilyen másodlagos jelentőséget, meg elkezdenek mindenféle összeesküvés elméleteket kitalálni. Az egész történetet egy magyar fiú szemszögéből látjuk, aki az ország leggazdagabb emberéből az egyik napról a másikba egy ilyen nincstelen emberré válik, akinek még a rendőrök elől is menekülnie kell. Tehát az alapsztori nagyon érdekes, tényleg iszonyatosan eredeti szerintem, viszont az az igazság, hogy én nem igazán tudtam egyik karakterhez sem kapcsolódni valahogy, senki nem fogott meg különösebben, illetve úgy éreztem, hogy a könyv végkifejlete sem egy igazi végkifejlet. Tehát bár az alapkoncepció nagyon jó volt, nem igazán tudtam senkihez kötődni, és kicsit azt éreztem, hogy egy ilyen kezdetleges Agatha Christie könyvet olvasok. Minden esetre tetszett, hogy elolvastam, mert tényleg a téma meg nagyon jó volt. A következő könyv nem más, mint Szerb Antaltól a Pendragon legenda, és azt már talán tudjátok, hogy Szerb Antal nekem a kedvenc íróm az Utas és a Holdvilág miatt, amit imádok, azt tényleg nagyon ajánlom nektek, és hát ezúttal sem kellett csalódni, úgyhogy ezt is nagyon ajánlom nektek. A könyv főszereplője Bátki János, egy fiatal magyar tudós, akit meghívnak a híres Pendragon család kastélyába, ahol régi iratokat tanulmányozhat, ám itt belekeveredik minden furcsa dologban, találkozik szellemekkel, belekeveredik egy gyilkosságba, meg minden egymástól nagyon furcsán eltérő dologba, és pontosan ez a stíluskeveredés adja ennek a könyvnek a különlegességét, ugyanis az a könyv egyszerre egy krimi, egy misztikus regény, egy ismeretterjesztés, meg egy történelmi írás is, és azt gondolnátok, hogy ebben hol lehet megtalálni a közös iramot, de meg lehet benne találni, és emellett még elképesztően szórakoztató, sokszor kifejezetten vicces, mármint annyira, hogy így szó szerint hangosan nevettem az olvasások közben, szóval Szerb Antalt nagyon megéri olvasni, én ezúttal sem csalódtam, úgyhogy ha esetleg van Szerb Antal ajánlásotok, akkor azt mindenképpen írjátok meg nekem, ugyanis ezt a könyvet is imádtam. A harmadik könyv fizikai formában nincs itt nálam, mert éppen kölcsönadtam valakinek, de ez Ryder Carrolltól a Bullet Journal módszer, és hát azt hiszem, ezt nem kell bemutatni, mivel elég sokat beszélek róla, de ugye a Bullet Journal egy ilyen sajátos naplózási technika, ami egyszerre egy ilyen határidőnapló, napló, naptár, notes keveréke, ami teljesen személyre szabható. Na és ezt a könyvet ennek a rendszernek egyébként a kitalálója írta, Ryder Carroll, és ő ad tippeket, hogy hogyan tudod növelni a hatékonyságodat, mi áll ennek a pszichológiai hátterében. Szóval tényleg nagyon érdekes, és sokkal sokoldalúbb a Bullet Journal, mint gondoltam, pedig úgy, hogy azért én elég jártas vagyok a témában, mármint rengeteg ezzel kapcsolatos videót megnéztem, de alapvetően a Bullet Journal szerintem a legtöbb embernek azért ragad meg a fejében, mert hogy milyen szép, különböző dekorálások, stb. Viszont nem erről szól ez a rendszer, sőt Ryder Carroll kifejezetten ki is emeli, hogy abszolút nem ebben látja a lényegét, és kicsit még a dekorálás ellen is beszél. Szóval, ha alapvetően érdekel a technika, akkor mindenképpen ajánlom, viszont ha csak most ismerkedsz a módszerrel, akkor szerintem először érdemes néhány videót megnézni, mert az alapján sokkal könnyebben átlátható, hogy miről is szól ez az egész, mert néha már olyan részletekbe belemegy, hogy még így nekem is néhol nehéz volt megérteni, de minden esetre még egy plusz lőketet adott, hogy imádjak budzsózni. Ezután elolvastam Geraldine Thomas-tól a Rend a lelke mindennek című könyvet, azzal az alcímmel, hogy ötletek, praktikák, titkok a rendezett otthonhoz, és ez nagyjából elég jól összefoglalja, hogy miről is szól. Igazából helyiségek szerint végigmegy, hogy mit, hogyan tarts rendben, tehát ad külön tippeket a hálószobára, nappalira, garázsra, meg így mindenre. És én nagyon szeretem ezt a témát, ebből is jó sokat olvastam már, megnéztem rengeteg YouTube videót, hogy talán kicsit túlságosan is jártas vagyok már benne, viszont emiatt azt éreztem, hogy úgy összességében nagyon sok gyakorlati, hasznos dolgot nem tudtam meg ebből, vagy nem adott nekem annyi újdonságot. Arra viszont mindenképpen jó volt, hogy miközben olvastam, már alig vártam, hogy letegyem azért, hogy mehessek rendet rakni, meg takarítani, ami egy ilyen furcsa kettősség,
Úgyhogy ha nehezen veszed rá magad a szelektálásra, a rendszerezésre, akkor szerintem ez egy jó kis löketet adhat, illetve a könyvben nagyon sok kép van, amik pedig inspirációt adhatnak a lakberendezéshez is, meg úgy egyszerűen jó belenézni ebbe a könyvbe. A következő könyv Anders Erikssontól a Csúcs teljesítmény, a szakértelem és kiválóság pszichológiája, és mellesleg ez egy HVG könyv, ami számomra mindig azt jelenti, hogy tetszeni fog. A könyv azt a témát vizsgálja, hogy létezik-e velünk született tehetség, vagy esetleg minden tanulható, mennyire igaz az, hogy 10 000 óra gyakorlás szükséges ahhoz, hogy valamiben profivá válj, és ehhez hasonló kérdések, úgyhogy ez mindenképpen nagyon érdekes volt számomra, legalábbis én kifejezetten érdeklődöm az ilyen típusú témák iránt, és a gyors válasz az, hogy nincs velünk született tehetség, hanem minden tanulható, már erre megvannak az egész jó technikák meg módszerek, amiket betartva gyakorlatilag bármilyen témában csúcs teljesítményt tudsz elérni. Nagyon érdekes példákat hoz a csúcs teljesítményre, például van Indiában egy ember, aki a Pi-nek 70 000 számjegyét tudja fejből, és az, hogy ezt végigmondja, több mint 9 óra kell neki. Micsoda! Ezt nem akarom elhinni! Ez többször visszatérő téma volt egyébként, hogy vannak emberek, akik ilyen elképesztő hosszú számsorokat meg tudnak tanulni, és megvan erre is a technika, hogy hogyan tudod így gyakorlatilag így rávenni az agyadat, hogy fokékonnyá váljon az e fajta tudásra. Úgyhogy nagyon érdekes volt, viszont ez egy nagyon nehéz, legalábbis számomra ez egy nehéz, ilyen szakdolgozatszerű olvasmány volt, viszont nagyon érdekes volt a téma, úgyhogy emiatt meg megéri vele foglalkozni. A következő könyv Lewis Carrolltól az Alice Csodaországban, Pocket kiadásban, és hát a történetet mindenki ismeri, már számtalanszor fel volt dolgozva, kalapos, vigyorgó macska, stb. Na hát nem ilyen egyszerű, ugyanis hát én korábban csak a Disney filmet ismertem, ugye Disney? Hát az eredeti abszolút nem olyan. És megértem, hogy a Disney miért változtatta meg olyan sok helyen, ugyanis ez a könyv egy totál LSD trip az egész. Így olvastam és mondom, mi? És ez nem véletlen, ugyanis a könyvnek a műfaja is nonsense meseregény, és ez valóban így van. Ez a Victoria királynő korabeli Angliának a torz képe, és hát én nem vagyok erre fogékony, biztos vagyok benne, hogy sokan nagyon szeretik, és ha van köztetek olyan, aki olvasta és szerette, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt az, ami tetszett benne, mert én is szeretnék fogékony lenni az ilyenekre, vagy legalábbis kíváncsi vagyok, hogy mi alapján tetszik ez az embereknek. Nekem ez nem volt egy kifejezetten jó könyvélmény, érdekességnek jó volt, hogy elolvastam, de tényleg úgy éreztem, hogy ez egész egy őrült zagyvaság. Következő könyv, szintén nincs itt nálam fizikai formában, mert éppen apukám olvassa, Bohumil Hrabáltól a Gyöngéd barbárok, nem biztos, hogy jól mondtam a nevét. Ez két történet egy könyvben, az egyik egy akaratlanul művelté vált alkoholista hulladékbálázóról szól. Sosem gondoltam, hogy azt a szókapcsolatot egy mondatban ki fogom mondani, de hát mégis. A másik pedig egy furcsa, őrült művész doktor barátságáról szól. Mindkettő történet öngyilkossággal végződik, de nem is a történet annyira lényeges itt, hanem az, hogy az író annyira szépen bánik a szavakkal, hogy sokszor így újra el kellett olvasnom mondatokat, hogy te jó ég, hogy lehet ezt ennyire szépen megírni. Nekem ezek az igazán jó könyvélmények egyébként, amik nem feltétlenül a történet miatt maradnak meg bennem, hanem azért, mert annyira szépen vannak felépítve benne a mondatok. A következő könyvet még Attilától kaptam karácsonyra, és ez J.L. Armentrouth-tól az Obsidian című könyv, ami a Luxen sorozat első része, és hát úgy tudnám leginkább összefoglalni velősen és nagyon jól, hogy ez a földön kívüli alkonyat. De komolyan. Egy fiatal lányról szól, aki az őt egyedül nevelő anyjával elköltözik egy új helyre, teljesen új az iskolába, rájön, hogy furcsaságok vannak körülötte, kiderül, hogy vannak benne földön kívüliek, az egyik földön kívüli srácba szerelmes lesz, de a srác nem akarja őt, mert hát mégiscsak ember. Szóval totál ugyanaz igazából, mint az alkonyat, és az elején emiatt picit így szemöldök húzgálva is olvastam, hogy Jézusom, hogy lehet ennyire hasonló ez a két történet, de aztán minél inkább haladtam előre a történetben, annál inkább megtetszett, meg elkezdtem kötődni a karakterekhez, elkezdtem szurkolni ennek a egyszerre szeretlek is, de nem is szeretlek szerelmi szálnak, úgyhogy összességében nagyon tetszett már így a végére, és szerintem biztosan el fogom olvasni majd a következő részét is, pláne azért is,
is, mivel ez egy sorozat, ennek a könyvnek a vége nem igazán végződött lezárással, úgyhogy így nyitva maradtak bennem nagyon sok dolgok, ami egyébként még különösen tetszett benne, hogy az utolsó fejezetet megfordították, vagyis van benne egy extra fejezet, ami a könyvnek az első fejezete, csak nem a lány szemszögéből, ahogy a könyv eredetileg végigírva van, hanem a földön kívüli fiú szemszögéből, és az a szemszög meg sokkal izgalmasabb volt. Attila azt mondja egyébként, hogy ha jól tudja, akkor ez a sorozat meg van írva a teljes egészében is a fiú szemszögéből, úgyhogy ez meg milyen érdekes már. A következő könyv Hyeon Seo Lee írásában a lány 7 névvel Szökésem Észak-Koreából. Ez egy igaz történet, a lány 17 évesen hagyta el Észak-Koreát, ezután élt Kínában, Dél-Koreában, és az ő, hát igazából kinkeserves útját mutatja meg, hogy hogyan menekült meg Észak-Koreából, mennyire nehezen tudott bárhová is beilleszkedni, mennyire magányos volt a családja nélkül, majd hogyan tudta a családját is megszöktetni Észak-Koreából, milyen nehéz a beilleszkedés, meg hogyan viszonyulnak az emberek az Észak-Koreából érkezettekhez. Tényleg elképesztően érdekes volt, főleg az, hogy hogyan létezhet 2019-ben is egy ilyen elnyomó rezsim, mint Észak-Korea. Érdekes volt megnézni az ottani szokásokat, a rendszert, azt, hogy az ott élő emberek hogyan viszonyulnak ehhez az egészhez. De nagyon ajánlom nektek, egy érdekes, nagyon izgalmas olvasmány volt, és tényleg felfoghatatlan, hogy ez nem egy fiktív történet, hanem valakivel ez konkrétan megtörtént, és ez ugye nem egy egyedi eset, hanem rengeteg ilyenről lehet hallani, úgyhogy ezt abszolút ajánlom nektek. 10. könyvünk Koltai Róberttől a Sose halok meg. Nekem Koltai Róbert az egyik kedvenc magyar színészem, nagyon tehetségesnek tartom, és emellé meg iszonyatosan szimpatikus a személyisége is. Úgyhogy amikor láttam, hogy megjelent ez a könyv, akkor tudtam, hogy nekem ezt el kell olvasnom. A könyv rövid történetekből, visszaemlékezésekből áll, tényleg egy-egy fejezet pár oldalas, és hát aki képben van a színházi témával, a színdarabok neveivel, a színészek neveivel, akkor ezt imádni fogja. Én megmondom őszintén, annyira sajnos nem, főleg így ezzel a korosztállyal, és emiatt picit nehezen érthető volt sok fejezet, vagy hát inkább azt mondanám, hogy a könyvnek a nagy része, mármint olyan értelemben, hogy nem tudtam hozzá konkrétan kapcsolódni, nem tudtam pontosan, hogy kikről van szó, viszont nagyon jól átadta a hangulatot, és azt, hogy egy ilyen páratlanul jópofa ember lehet Koltai Róbert a valóságban, úgyhogy nagyon élveztem a könyvet elolvasni, megint meghozta a kedvem színházba járáshoz. Egyébként nagyon járnék színházba, de mondjátok már el, hogy lehet színházjegyet venni, ami nem 3 hónappal következő előadásra szól. Mert én nem tudok. Tényleg, már bármilyen színházat megnézek, ami érdekelne, 3 hónapon keresztül nem lehet rá egy darab jegyet sem venni. Ez hogy működik? Milyen viszont eladóknál kell néznem? Tényleg segítsetek, ez ilyen kis zárójeles megjegyzés volt. Szóval meghozta a kedvem a színházba járáshoz, meg a kabaré estekhez. Megnéztem Koltai Róberttel sok ilyen régi YouTube videót az ő szerepléseiről, és hát zseniális, úgyhogy még így is, hogy sokszor nem tudtam, hogy pontosan kiről van szó, nagyon élveztem elolvasni ezt a könyvet, és tényleg ez a könyv Koltai Róbert páratlan személyiségének tanúbizonysága, úgyhogy remélem nektek is tetszeni fog, ha a kezetekbe kerül. Ez lett volna a 10 könyv, amit legutóbb olvastam. Szokás szerint várom kommentben a véleményeteket ezekről a könyvekről, ha olvastátok valamelyiket, illetve nagyon köszi, hogy mindig írtok könyvajánlásokat, már sokat a ti tanácsotok alapján vettem meg, úgyhogy ezeket ezúttal is várom, és hát találkozunk legközelebb is. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!